Szeretettel köszöntöm a nézőket, Gajdics Ottó vagyok. Önök a Hír Televízió közéleti riport műsorát látják. Németországban történelmi győzelmet aratott az ellenzék által szélső jobboldalinak bélyegzett AfD a tartományi választásokon. Bár a koalíció gondolatától eddig minden párt elzárkózott, a társadalom gondolatmenetének változását jól tükrözi a bevándorlás ellenes párt térnyerése. De ássuk egy kicsit mélyebbre. Múlt vasárnap két volt NDK-s tartományban, Szászországban és Türingiában tartottak választást. Nem várt eredmény született. Az ellenzéki sajtóban szélső jobboldalinak bélyegzett, az illegális migrációt egyértelműen elutasító alternatíva Németországért, azaz az AfD történelmi győzelmet aratott. Türingiában a szavazatok 32,8%-át szerezte meg, ezzel első helyen végezve, Szászországban pedig alig 1%-kal elmaradva a CDU mögött 30,6%-ot ért el. Az AfD jövője ennek ellenére kérdéses, ugyanis a végeredményt megismerve minden párt elhatárolódott a koalíció lehetőségétől. A migrációs politika következtében kialakult társadalmi változásokat azonban jól jelzi a soha nem látott győzelem. A német állampolgárok életében vélhetően fordulópontot jelentett az augusztus végén Solingenben elkövetett késelős merénylet. Németországban a migráció nem új keletű jelenség, és ne felejtsük el, hogy ez azzal indult, hogy az 50-es évek végén, 60-as évek elején, amikor a munkaerőpiac egész egyszerűen szükségessé tette a vendégmunkások beáramlását, akkor először olasz, majd török vendégmunkások érkeztek Németországba. Ez a német gazdasági csoda velejárója volt, de hát hamar kiderült, hogy itt nem pusztán gazdasági szempontokról van szó, ahogy a neves svájcíró Max Frisch mondta, a munkaerőt hívtunk és emberek jöttek. Ennek következtében kialakultak ezek a kolóniák, egyre inkább egy jelentős muzulmán népesség alakult ki, először törökök, majd pedig más nemzetiségűek is. A pártok támogatottságán ez nagyon sokáig nem látszott, hiszen az ezzel járó problémák a nagyszámok törvénye szerint csak ugye akkor jelennek meg, amikor ez egy kritikus tömeget ér el, és amikor ezek a kis zárványok, ezek a kis szegregált társadalom részek, ezek önálló életre kelnek. Ez pedig az utóbbi évtizedek jelensége, elsősorban a 2015-ös nagy bevándorlási hullámé. Innentől kezdve valamilyen módon erre a jelenségre reagálni kellett. És ahogy szaporodtak az olyan jelenségek, mint a legutóbbi tragikus solingeni késes gyilkosság, annak következtében egyre inkább kialakult egy negatív hangulat a bevándorlás kapcsán, és hát természetesen a pártoknak is valamilyen módon reagálni kellett erre. Nagyon sok rétegű az AfD sikerének a titka, ez kivált kép a migrációs politikát lehet példaként hozni, ugyanis Németországban 2015 óta ugye Angela Merkel-féle Willkommenskultur dominálja a német politikát, a német migrációs politikát, és számos kihívást képez ez a migrációs politika, lakhatás, munkaerőpiac, szociális ellátórendszerek, oktatás, közegészségügy, de akár ugye a közbiztonság kérdése is. Nagyon nagy probléma van Németországban a közbiztonsággal, a migráció okozta bűnözés nagyon magas, sőt terrorista cselekmények is voltak már, és az AfD egészen nyilvánvalóan az migrációt tudta tematizálni, egészen karakán módon, szókimondó módon tudta a migrációt behozni a köztudatba, és e tekintetben tudott sokat nyerni. Tektonikus változások, hatalmas mozgások vannak a nyugat-európai, beleértve a német politikát is ebben a térségben, és ez nem, nyilvánvalóan nem köszönhető másnak, mint annak,
hogy egy darabig hat az agymosás, egy darabig hat a balliberális propaganda. Egy darabig el lehet hinni, hogy a sokszínűség az a legfőbb érték a világon, és az fölülírja az összes olyan értéket, amiből gyakorlatilag Németország és Európa az elmúlt évszázadokban lett. Semmi nem számít, csak az, hogy jó emberkedjünk. Ha netántán az ide beengedett migráns tömegek közül kiválik néhány terrorista, és halomröli az embereket, hát akkor majd elszomorodunk egy kicsit, plüssmackót viszünk a vértől iszamos térre, és megy minden tovább. Szóval, hogy ezt a politika által kreált álvalóságot előbb-utóbb fölülírja az igazi. Fölülírja az a valóság, amivel minden nap találkozik az ember, de óriási a kognitív diszonancia benne, más van a tévében, mást mond az egyetemen a professzor, mást hallok a szomszédomtól, aki vezetőbeosztású valamilyen helyen, én meg egészen mást látok a szememmel. És ez egy darabig zavaró, egy darabig inkább nem hiszek a szememnek, hogy ne lógjak ki a sorból, de aztán eljön az a pillanat, amikor elég volt. És én úgy gondolom, hogy a németeknél ez Solingenben megtörtént. Bár a németek számára nem újdonság a migráció, Angela Merkel korábbi német kancellár 2015-ös Willkommens kultúrja óta érezhetően átalakultak a hétköznapok. Az iskolákban egyre nagyobb a bevándorló hátterű diákok aránya, az iszlám hit kötelező oktatása is napirendre került. Számos helyen Európában, így Németországban is szolidaritásból lekerültek a közintézmények falairól a keresztek, a karácsonyi vásárokból eltűntek a betlehemek, a nevelési intézményekben megjelent a csador, és amihez talán sosem lehet hozzászokni, a véletlenszerű iszlám hátterű terrortámadások lehetősége beépült az emberek gondolkodásába. Az, hogy Németország különösen toleránsan állt az illegális migrációhoz, elsősorban 20. századi történelméből fakad. Ám éppen ez jelzi annak jelentőségét is, hogy ennek ellenére egy szélsőségesnek kikiáltott párt, egy magát jobboldalinak és kereszténynek valló pártcsaláddal szemben fölényes győzelmet arathatott. A német politikának súlyos adóssága van azzal kapcsolatban, hogy amit már régen ígérnek, és aminek a jogszabályi kereteit voltak éppen meg is teremtették, és pedig hogy lehet azokat, akik jogtalanul, jogcím nélkül tartózkodnak Németországban visszaküldeni oda, ahonnan jöttek, a számos jogi kiskapu, az ellenőrizhetetlenség, és adott esetben azoknak az országoknak az együttműködés képtelensége, ahova őket vissza kéne küldeni, ez egy sajátos patthelyzetet alakított ki. Ott vannak nagyon sokan olyan emberek, akiket már rég ki kellett volna utasítani, de még mégis most is ott vannak. Ennek a következménye az, hogy az elmúlt néhány hónapban lázas munkába kezdett a nagyon alacsony támogatottságú szövetségi kormány. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban számos olyan törvény született, ami ezt a fajta visszaküldést lehetővé tenné, ez nem nagyon haladt előre, mert mindig volt valami jogi kiskapu, valami emberjogi magyarázat, ami ezt ellehetetlenítette. Más attitűdök uralkodnak keleten, mint nyugaton. A keleti pártkötődések nem olyan erősek, a volatilitás nagyobb, és egyébként az emberek elkeseredettek, és nagyon nem megelégedettek a német politikával. Nyugaton ezek egy kicsit tompítottan, ugyanez a képlet megjelenik, egy kicsit tompított formában. Keleten mindig nagyon élesen jelennek meg ezek a problémák, nagyon élesen jelennek meg a társadalmi diszonanciák, nagyon élesen jelennek meg a társadalmi konfliktusok. És a migráció okozta számos kérdés mellé még csoportosíthatjuk akár a közbiztonság okozta problémákat, csoportosítjuk a koronavírusos problémákat, amit ugyanúgy a szegényebb embereket érintették, a gyakorlatilag kijárási tilalmak, home office, etc. És egyébként említhetjük még az energiaválságot is. Ezek főleg azokat az embereket érintik hatványozottan, akik rosszabb anyagi helyzetekben élnek,
keleten ez inkább érvényes, és így gyakorlatilag az AfD meg tudta ezt lovagolni, és egy ilyen egészen speciális kelet-német életérzést tudott életre kelteni, hogy úgymond a mainstream politika nem veszi komolyan az embereket, nem veszi komolyan a keletieket, elhanyagolja az embereket, a migránsoknak sok mindent megtesznek, a németeknek nem, és ugye sok szociális feszültség keletkezett most már keleten, ezek Németország szinten is megjelennek, így aztán az AfD ezt sikeresen tudja tematizálni. Egész egyszerűen kell csinálni egy tabula rázát, amelyben meg kell mutatni, hogy nem lehet összekeverni a hazát szerető, Európa valódi értékeiért harcoló, küzdő politikát a nácizmussal, pusztán azért, mert kimeri mondani az AfD, meg az ilyen politika, hogy más kultúrájú, más vallású, ráadásul illegálisan, papírok nélkül, határt sértve ide érkező ember tömegek, azok nemhogy nem fognak integrálódni, nem fogják megtanulni a nyelvünket, nem fogják a kultúránkat tiszteletben tartani, nem is akarnak még dolgozni sem. De ez még mind semmi, hanem bizony-bizony elfoglalják az életterünket, jaj, erre a szóra is nagyon vigyázni kell, emlékszünk rá, ez is meg van bélyegezve, és a maguk képére fogják formálni, emlékezzünk a hamburgi több ezres tüntetésre, ahol a kalifátust követelte több ezer felajzott ember, és egész egyszerűen Európának vége, ha változás nem történik. Most ezt kimondani ma Németországban, nácizmus, fasizmus. Júniusi adatok szerint Németországban rohamosan nő a honosítások száma. A Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban több mint 200 ezer migráns vált német állampolgárrá. A legtöbben szírek, akik közül 75.485-en váltak állampolgárrá 2023-ban. A második helyen a Törökországból érkező migránsok állnak, akik 10.735 német útlevelet kaptak, míg a harmadik helyen Irak áll 10.710 új állampolgárral. Miután a hivatal adatai napvilágot láttak, az AfD élesen bírálta a német kormányt mondván, ez több ember, mint Potsdam teljes lakossága, a honosítások száma pedig így történelmi rekordot ért el, miközben a kormány és a kereszténydemokraták azt akarják elhitetni velünk, hogy a migrációt korlátozzák. Olyannyira megtévesztő a politikai vezetés retorikája, hogy mindezek ellenére az év elején egy olyan törvényt fogadtak el Németországban, amely jelentősen megkönnyítette a migránsok honosítását. Az AfD-t egy úgynevezett tűzfal veszi körbe. Az CDU és más pártok is úgy határoztak, hogy az AfD-vel semmilyen körülmények között nem működnek együtt, szövetségi szinten, tartományi szinten, sőt, nem támogatják egymás erőteit, etc. Itt egyébként arról van szó, hogy a politikai mainstream karanténban tartja az AfD-t, nem szeretnének, hogy az AfD úgymond hatalom közelébe kerüljön, és mindig a német történelem példájával jönnek, úgymond, hogy ez egy extrém párt, ami veszélyezteti a demokráciát, és ezért is folyamatosan napirenden van az a kérdés, hogy akkor az AfD-t be tudják tiltani. Mint ismeretes, Németországban a szövetségi belügyminiszter javaslatára az alkotmánybíróság betilthat pártokat. Pártoknak akár tagozatait is, pártoknak akár a tartományi szervezeteiket is, vagy akár egy komplett pártot. És az AfD-nél ugye mindig azt vizsgálják, mert az AfD egy nagyon heterogén párt, nagyon sok moderált, liberális, középutas ember is van ott, de nagyon sok extrém, szélsőjobboldali megszólalás is volt már az AfD-ben, hogy az extrém megszólalások miatt az AfD-t betiltsák. Ez egy paradox helyzet, ugyanis az AfD 33%-ot érte például Türingiában, 30%-ot Szászországban, ennek ellenére elképzelhető, hogy ezt a pártot betiltják. Azáltal, hogy a Schengen-Dublini rendszerben, ugye ahol regisztrálják az érkezőket, menekülteket, bevándorlókat, oda lehet visszaküldeni őket. Tehát aki például Bulgáriában lépett be az Európai Unió területére, Németországból oda lehet visszaküldeni azokat. Ehhez viszont nyilván a bolgár hatóságok együttműködése is
szükséges. Néhány nappal a választások előtt indult azonban csak el az első olyan repülőjárat, ami közvetlenül Kabulba vitte vissza a köztörvényes bűncselekményekkel vádolt és elítélt bevándorlókat. Ugye egy baloldali német kormánykoalíciónak bizonyos értelemben át kell ugrani a saját árnyékát ahhoz, hogy egy ilyen lépést tegyen meg, hiszen a talibán rezsim kezei közé kell visszaküldeni azokat, akik voltak éppen onnan menekültek el. De hát ez megtörtént, de a maga a felismerés, hogy erre szükség van, ehhez a szerencsétlen szólingeni áldozatoknak meg kellett halnia. Úgy tűnik, hogy Németországnál most esett le a tantusz. Elkezdték a politikában is bemondásos alapon beskatujázni a különböző politikai erőket, mozgalmakat. Ez a szélső jobboldalizás, ez pedig különösen undorító Európában, és különösen Németországban. Hiszen ezzel el tudták érni azt az ottani balliberális pártok, amik mellé gyönyörűen a sok-sok nagy koalíció és a nagy kardinális kérdésekről megfogalmazott teljesen azonos politikai válaszok eljutották oda a keresztény demokráciát is, hogy most már semmi különbség nincsen a bal meg a jobb oldal között. És hogyha ez így van, ha ez a maszlag, ez az összegyúrt valami a közép, akkor attól csak szélre tud valami lenni, és akkor minden, ami jobbra van, az szélső jobboldalivá válik. Ez nagyon-nagyon antidemokratikus számomra, nagyon-nagyon súlyos hiányossága a nyugati politikának. Így értékelődik föl még inkább az, ami történt, hiszen irgalmatlan média ellenszélben, de hát ne gondoljuk, hogy ez a balliberális, globalista gondolat, ez csak a médiában hat. Megszállták ők az egyetemeket, megszállták az oktatási intézményeket, megszállták az összes olyan kommunikációs teret, ahonnan befolyásolni lehet a közvéleményt. Szóval ebben az irgalmatlan ellenszélben mégis kezd fölnyílni a németek szeme. Az illegális migráció begyűrűzése az európai társadalmakba nem csak az átlag emberek hétköznapjait, hanem a politikai ideológiák törésvonalait is átszabta. A magukat jobboldali, jobb középnek valló nyugat-európai pártok a retorikájukat tekintve balra tolódtak, az illegális migrációt ellenzőket és szabályozni kívánókat pedig szélsőségesnek bélyegeznék, perifériára szorítva őket ezzel a közgondolkodásban. Az európai parlamenti választások azonban megmutatták, hogy az állampolgárok többsége az elmúlt évek során saját bőrén tapasztalva az integrációs törekvések sikertelenségét, egyre inkább szimpatizál a bevándorlás ellenes pártok programjaival, és egyre inkább elutasítja a liberális hátterű, nagy olvasztó tégely gondolatát. A gyakorlatban ugyanis ez láthatóan nem működőképes, sőt, szó szerint életveszélyes. Két forgatókönyvet tudnék itt elképzelni. Az egyik az, hogy az AfD szavazói még elszálltabbak lesznek, az AfD még radikálisabb lesz, és gyakorlatilag egy ilyen pária szerepben tetszeleg, gyakorlatilag mártír szerepben tetszeleg, és egyre inkább több szavazót tud bevonzani, akik egy olyan kelet-német életérzést tudnak az egésznek adni, hogy gyakorlatilag nem hallgatják őket meg, ők azok, akik tényleg a nép oldalán állnak, kimondják a kellemetlen valóságokat, és egyre inkább növekszik az AfD ázsiója, amíg kínül van, és gyakorlatilag nem veszítette el ezt a varást. Gyakorlatilag a tiltott gyümölcs jelenségről van itt szó. A másik forgatókönyv, amit jelenleg nem tartok annyira reálisnak, az az, hogy előbb-utóbb csüggednek az AfD szavazói, és azt mondják, hogy hát lehetetlen, hogy folyamatosan erre a pártra szavazunk, és úgyse lesz sose befolyása, úgyse fog sose kormányozni, teljesen felesleges, ezt abba kéne hagyni. Ezt a forgatókönyvet nem tartom reálisnak, én inkább azt látom, hogy tovább fokozódik a tiltott gyümölcs jelenség, és egyre inkább attraktív lesz az AfD, minél jobban próbálja a politika mainstream kitaszítani,
annál inkább a szavazók viszont úgy döntenek, hogy itt van a helyük. Emlékeztessünk a magyar hallgatókat csak arra, hogy 10% szavazott Türingelma csak a kormánypárt koalícióra is, együttesen 10% egy kormánypártra, három kormánypártra, az AfD 33-at kapott. Azaz egészen egyértelműen kimondták a keletnémetek, hogy nem kérnek Olaf Scholz kormányából, nem kérnek a genderből, nem kérnek a migrációból, és nem kérnek a háborús politikából. A migrációs hátterű népesség nem éri el a 10%-ot. Tehát ez önmagában még nem okozna ilyen ellentmondásos helyzetet. Ugyanakkor viszont azáltal, hogy ezt nem sikerült szigorú keretek közé terelni, nem sikerült már 2015-ben sem a bevándorlást ellenőrzötté tenni, vagyis teljesen korlátlanul jöttek be, teljesen ismeretlen emberek az országba a Willkommens kultúr jegyében. Ez egy óriási terhet rót a társadalomra, az, hogy kisebb településeken is hónapokig foglalt volt az iskolai tornaterem, mert valahol lakatni kellett ezeket a szerencsétleneket, ugye, akik nem véletlenül jönnek, tehát ők egy jobb életet keresnek, aminek gyakran persze nincs meg az a fajta alapja, hogy háborús területről jönnének, de hát én magam is láttam 2015-ben a déli magyar határ szélen csecsemővel érkezőket Szíriából, hát nyilván nem véletlen, hogy valaki útnak indulna. Tehát ezek a jelenségek, ezek egyre inkább szaporodtak, és az, hogy mára ide jutottunk, az, hogy a német társadalom teherbíró képessége az ebben kapcsolatban látványosan csökkent, ez okozza ezeknek a migráció ellenes pártoknak a sikerét. Ne hagyja magát egyetlen keresztény, demokrata, konzervatív ember sem megtéveszteni, meghűíteni ettől a CDU-tól CSU-tól, ami most van. Mert ez már régen nem az, amire mi gondolunk, ugyanúgy, ahogy nem náci az AfD, úgy nem keresztény szociális és nem keresztény demokrata a CDU meg a CSU, hanem besoroltak, még egyszer mondom, abba a balliberális, globalista mantrába, amit az összes többi baloldali párt nyom. Bár egyet most kivéve, most alakult egy, amelyik Orbán Viktort tartja példaképének, de a perzsa hölgy alapította Németországban, úgyhogy tényleg hatalmas változások vannak, de csak úgy lehet változást elérni, ha minél többen kiszakadnak abból a vélemény buborékból, amit ez a nagy koalíciós, meg zöld lámpa koalíciós kormányzás az évtizedek során belevert az emberek fejébe. Tessék önállóan, tisztán gondolkodni és úgy dönteni, nem hallgatni ezekre az emberekre, akik egyre nyilvánvalóbban Európa vesztét akarják, vagy ha nem akarják, akkor olyan hülyék, hogy nem veszik észre, hogy mit csinálnak. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten új időpontban, szombaton 18 órakor várom Önöket a képernyő elé hosszabb és még színesebb adásokkal. Tartsanak tehát velem jövő szombaton is, várom Önöket a viszontlátásra!